Olyan jó, ha büszkék lehetünk fiataljainkra, magunkra, magyarokra. És a Magyar Tehetségek sorozatban most egy érdekes témát választottunk, éllovasaink. Hát nem véletlenül, hiszen épp hogy véget ért a nemzeti vágta, és bizony van, aki büszkélkedhet első helyen, második helyen, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon ki ellenőrzi azt, hogy minden szabályosan megy-e, mennyire szakmai, vagy szakmaszerű az, ami folyik egy-egy ilyen versenyen. Úgyhogy nagyon sok kérdés merült fel bennünk, mert örülünk, szórakozunk, amíg megy a nemzeti vágta, de kíváncsiak vagyunk másra is. Szeretettel köszöntöm vendégeinket. Először a hölgyet, akit csak úgy egyszerűen Miss Vágtának hívunk, azaz tisztességes magyar nevén Molnár Gyöngyit. Aztán nagy szeretettel köszöntjük a nemzeti vágta idei győztesét, Németh Jánost. És szeretettel üdvözöljük a Magyar Lovaregylet elnökét, Száraz Györgyöt. Nagyon sok minden merült most fel, hogy miről is beszélgessünk. Először kezdjük magával az ünnepeltel. Nemzeti vágta győztes, de valahogy el kell indulni. Hogy kezdődik ez, hogy valaki benevez erre a versenyre? Hát mindenképp előfutamok most már 2009 óta kezdődött, és Baján, tehát a településünkön kezdődött az elővágta 2009 óta, ami azt jelenti, hogy régebben csak az elsők jutottak be a nemzeti vágtára, majd később, nem is tudom pontosan, amikor 2011 óta van, amikor az első kettő jutott már tovább, és akkor a harmadik már kiválasztás alapján juthatott be. Innen indul az egész a vágtához, illetve a selejtezők most már úgy tudom, hogy talán 20 településen is elkezdődtek, tehát Baját követően egyre fokozatosan több-több település kapcsolódott be ugyanebbe a körbe. És a saját személyes kapcsolódása? Hát a saját személyes kapcsolódásom elég régóta úgymond lovagolok, teljesen amatőrként. Ez a Geszti Péter által kitervelt dolog, ez számomra egy nagyon-nagyon örvendetes dolog, mivel ezt szeretettel és rajongással csinálom. Talán nem vagyok egyedül ezzel, egyre több a követőnk, vagy a követője a kitalált dolgoknak. Számomra mindenképp élvezetes és csodálatos, pláne a szervezés egyre jobban kezd kialakulni, egyre precízebbek a dolgok. Vagyis jó ott lenni. Vagyis nagyon jó ott lenni, szó szerint. Akkor engedjük Gyöngyit is szóhoz jutni, nem véletlenül ő Miss Vágta, ugyanis idén a második helyezett lett, de volt már első helyezett, és egyáltalán mindig mutatja magát, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy egy hölgy hogy érzi ezt. Hogy kezdi, mikor felül a lóra, mit gondol, hogy lesz ebből győzelem, nem lesz? Hát én úgy gondolom, hogy sajnos erre alapozni nem lehet, mivel itt is hiába amatőr versenyről beszélünk, azért mégiscsak egy lóverseny. Annyi mindennek kell egy helyen, annyira egy időben pontosan történnie ahhoz, hogy valaki győzhessen, hogy ezt sajnos előre nem lehet érezni. Nyilván az ember megtehet mindent, illetve az egész csapatnak jól kell dolgoznia ahhoz, hogy itt valaki győzelemhez juthasson, ugyanis itt nem csak a lovason múlik, ugyanis a ló is egy érző lény, akinek lehet rossz napja, lehet éppen olyan gondolata, hogy most nincs kedve magából kiadni mindent, ezért ezen is múlhat a győzelem, ugyanúgy múlhat éppen a felvezetésen, a rossz rajton, tehát rengeteg dolog befolyásolja azt, hogy itt valaki győzhet, ezért előre ez a szép a lóversenyben nem lehet megmondani, hogy ki fog nyerni. Azt mondjuk el, illetve hát Jánostól hallottuk is, hogy Baja színeiben, míg viszont Gyöngyi kazár színeiben indult. Hogy igen. Volt ez? Igen, én idén kazár színeiben indultam, mivel én Bajának már lovagoltam, tehát így az elmúlt 5 évben, ugyanis 5 éve veszek részt a Nemzeti Vágtán, az elmúlt 5 évben a szívemhez közel álló településeket már képviseltem.
Érsekhalmának lovagoltam már egy második helyet, a Bajai Kistérségnek nyertem a Nemzeti Vágtát, és idén azért lovagoltam Kozárdnak, mert egy kedves barát, illetve Bendes Csabának felkérésére is lovagoltam Kozárdnak, hogy segíthessem őket, hát ha idén is sikerül egy kicsit hírnévhez juttatnom a települést, mivel Kozárd Nógrád megyében egy nagyon kis lélekszámú település, és ezért szerették volna, hogyha esetleg segíthetem őket abban, hogy egy kicsit a hírnevüket viszem. Tehát akkor ebben van egy kis nemzeti érzés is, hogy a magyar települések hadd kerüljenek egy kicsit a fény közepébe, ismerjük őket, tudjunk meg róluk ezt-azt. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik. És most még beszéljünk akkor a lovakról, hiszen szóba került, hogy ők is érző lények. Ki hogy választ lovat? Honnan van lova? Hát amióta kizárták a telivéreket, azóta újra át kellett gondolni, legalábbis nekünk, én talán beszélhetek most a Gyöngyi nevébe is, mivel hogy eléggé telivéresek voltunk, szeretjük a gyorsaságot, maga a kecsesség, szépség egy telivérben mutatkozik meg leginkább, maga az a nemesség is. És mivel hogy kizárták, most más lovat kellett választanunk fajta szerint, ami számomra egy kisbéri félbérbe mutatkozott meg. Őt tavaly vásároltam, még kimondottan a vágtára kerestem. Elég sok hosszadalmas, több mint fél év, majdnem háromnegyed év kutatás, várakozás, egyezkedések alapján sikerült, ami azt jelenti, hogy a ló tulajdonosa egy 13 éves kisrác volt, úgy hívják, hogy Kovács Roland, aki elég könnyes szemekkel vált meg a lovától, díjugratásra használták, viszont gondolom, hogy nekik nem illett annyira a képbe, mert eléggé menős ló, talán a díjugratásra túl gyors is lehetett nekik, elképzelhető az is, hogy talán a magasságot nem bírta, és akkor így eladásra szánták, de mondom, nagyon-nagyon megkönnyezte, úgyhogy innen most kívánok az éterből neki, inkább köszönetet nem is kívánok neki, hanem köszönöm, hogy egészségesen éppen azért sikerült megőriznie számomra, most úgy utólag. Hát ő is büszke lehet rá, az ő nevelése. Így, szó szerint így van, így hát van. Egy kicsit ő is nyert, mondjuk így van, azt így. Igen, igen, igen. Úgyhogy köszönöm, Roland. Na most akkor mielőtt még tovább faggatnálak benneteket, megkérdezzük Száraz György urat, hogy valójában a Magyar Lovar Egylet miért vesz részt egy ilyen versenyen? Mi a dolga? A Magyar Lovar Egylet felkérésre vesz részt egy ilyen versenyen, mert a Magyar Lovar Egylet már több mint 180 éve a magyarországi lóversenyeknek a szakmai grémiuma, az irányítója, és az egyik ilyen szegmense az, hogy a bírája. Elbírálja, hogy szabályszerűen bonyolódik le, és ez a nemzeti vágta, ami egy kicsit más vonalon alakult ki, mint ahogy mondtad is, hogy Geszti Péter és olyanok, akik nem a lóversenyben mártott emberek, olyanok hozták össze és találták ki ezt a versenyt, és úgy formálták, hogy egy speciális csak erre a hősök terén levő pályára alkottak egy versenyt. De viszont ezt a versenyt le kell bonyolítani, le kell bonyolítani törvényszerűen, le kell bonyolítani azt a részét, hogy ki az, aki diszkvalifikálni kell, ki az, aki tisztességes eszközökkel harcolt azért, hogy nyerjen, és erre kérték fel a Magyar Lovaregyletből, a Magyar Lóversenyzésnek a jelenlegi irányító stábjából felkérték a startert, hogy oldja meg a start feladatot, felkérték a bírókat, hogy a befutási sorrendet tisztességesen, akár célfotó segítségével, egyébben állapítsák meg, hogy ki, hogy lökte meg a másikat, akarattal, vagy véletlenszerűen. Uh-huh. És akkor ezáltal kerültünk mi is úgy képbe, hogy tőlünk értek szakértőket, szakembereket, akik ezt elbírálják. Tehát tulajdonképpen a szakmaiságot képviselik, meg a tisztességes versenyt. Hogy tudnak egyébként figyelni, hiszen olyan gyorsaság van, mennek körbe a lovak, hát önök mégsem ott szaladnak közöttük, hogy tudják ezt figyelni? Úgy figyeljük, hogy figyeltetjük esetleges kanyarbírókkal, figyeltetjük a starterrel, figyeltetjük azokkal a hivatalos személyekkel, akik a pálya környékén vannak, és a toronyba ülve ebből a három ember eldönti kellő tisztességgel, hogy mi ebből az igaz, és mi ebből a nem.
ettől függetlenül lehetnek tévedések, mert minden olyan bíróság, ami megítél egy bizonyos dolgot, azért becsúszhat egy-két baki. A lónak négy lába van? Mégis megbotlik. Na most, a Magyar Lovar Egylet egyrészt egy gyönyörű szó, kedves nézőink, de vajon milyen régi maga az egylet, és hogy jött létre? A Magyar Lovar Egylet valóban a legrégibb magyar egylet. Talán a híd egylet, ami a Lánchíd építésénél jött létre, szintén Széchenyi volt a Lánchíd építésének az egyik motorja, és akkor a nyelvújítás, a reformkori nyelvújítás, a nemzetmegújulás időszakában a club szót, azaz a jockey club, mint ahogy az angol jockey club is volt, mert annak a mintájára mi is meg akartuk alkotni a magyar jockey clubot. És akkor a reformkori nyelvújítási küzdelemben a club szónak az egylet lett a magyar megfelelője, és azt mondtuk, hogy Magyar Lovar Egylet. Még pontosabban Pesti Lovar Egylet, aztán a Pest-Buda egyesítésével Magyar Lovar Egylet lett a neve a 80-as évektől. Hát köszönjük szépen ezt a kis történelmi kitérőt, és látok önön két gyönyörű jelvényt is, gondolom, hogy ezek jelentenek valamit, remélem, hogy nézőinknek is meg tudjuk ezt mutatni. Az egyik egy patkó, a másik pedig egy koronás címer. Igen. Az egyik egy patkó, ami piros-kék a színe, mint a lovaregyletnek is a színe piros-kék. Igen. És abba a különböző funkciójú, tevékenységű lovaregyleti tagoknak a szövege van beleírva, hogy steward, hogy tisztviselő, hogy elnök és egyebek. És a patkó és a szín, a lovaregylet színei a kék-pirosnak a használatával, ennek többféle változata is megjelent. Értem. A másik jelvény az a Goodwoodi, angol Goodwoodi pályának a jelvénye. Az arról híres, hogy 1878-ban Goodwoodba kincsen megnyerte a Goodwood Cupot, és ezáltal minden idők olyan táblájára került fel ott is, mint veretlen kanca, hogy elég nagy nevek társaságába feszeng ott a falon. Mi megbüszkélkedhetünk, és ez a jelvény úgy került oda, hogy idén augusztusban sikerült eljutnom Goodwoodba, és ott kaptam a pályafőnöktől ezt a jelvényt, és ott hihetetlen jó érzéssel töltött el az, hogy hihetetlenül elismerté vált ez a ló, rendeznek az emlékére ott versenyeket, és tartják, emlékeznek rá, és tartják azt a hihetetlen nagy teljesítményt, vagy értékelik, amit elért, mert kincsem 54 versenybe futott, 54-szer győzött, és futott Angliába, futott Párizsba, és futott Baden-Badenba, és 54 helyen. Én nagyon örülök, hogy nekünk van egy kincsemünk, és igazán tulajdonképpen híresek kiváltunk ezáltal Európában, sőt, talán a nagyvilágban. De most nézzük meg, hogy a mi kis győzteseink mit kapnak. Van itt egy gyönyörű herendi szobor. Ez miért jár? Hát ez a szobor, ez tényleg egy herendi, gyönyörű, szép huszárt ábrázol karddal, ami a leggyorsabb lovasnak jár, és ezt minden évben kapja a lovas, illetve kap egyet a város. Tehát két szobrot ajándékoznak egy évben. És ez mellé van egy vándorkard, ami a győztesnek jár, úgymond vándorkard, amit minden évben vissza kell adni, illetve hát a következő évnek a győztese fogja majd megkapni. Most még a nézőink a gyönyörű szobrot csodálhatták végig, de akkor mindjárt meg is kérdezem, hogy ezek szerint akkor Jánosnak is és Gyöngyinek is van egy-egy ilyen szobra. És akkor most pedig már látjuk a kardot, a vándorkardot. Ez már stúdiónkban szerintem tavaly is itt járhatott, hogyha ez forog körben. Van benne egy írás. Elmondja nekünk, János. Hát igen. Az igazság, hogy ez egy csodálatos... Hogyha felkelhettek esetleg, nem. Akkor így könnyebb lesz. Nem. Ja, nem annyira. Ha így megteszi nekünk, hogy... De akkor ne, a tartalmát. Persze. Igen, csak a tartalmát szeretném, az igazság, hogy ehhez kicsit... Vak vagyok szó szerint, így van, azért is tudtam nyerni, mert vakon mentem előre.
Tehát így szól az írás, ne vonj ki ok nélkül, és ne tégy vissza becsület nélkül. Ez, hát úgy ez gondolom, egy gyönyörű mondás. Én is úgy gondolom, hogy ez egy kimondottan gyönyörű gondolat, és ezért nem is vonjuk ki, hanem így hagyjuk a jövő nemzedéknek. Reméljük, hogy nem is kerül sor rá, hogy ki kelljen vonni. Ami engem nagyon érdekelne, hogy amikor már mondjuk az utolsó előtti körök vannak, egyáltalán létezik az, hogy gondolkodás, tehát, hogy ülök a lovon, érzem a lovat, a ló velem van, én ő vele, lehet még ott valamit csinálni, vagy ahogy ön mondja, már csak vakon, már csak repül az ember. Én úgy gondolom, hogy ezt János csak képletesen mondta. Ugyanis az adott futamon belül én úgy gondolom, hogy ez alatt... percig. Másfél perc alatt lezajlik ugye egy futam durván, de ez a másfél perc, én úgy gondolom, hogy a nézőközönség, illetve a nézők között ülő embereknek fogalmuk sincs arról, hogy mennyi minden villan át ez alatt a másfél perc alatt az ember. Az ember agyán ugyanis természetesen az, hogy jól sikerült a rajt, hogy van-e mellettem lovas, hogy elég gyorsan megyek-e, hogy jó íven lovagolom-e azt az adott futamot, hogy folyamatosan figyelni, hogy jön-e mögöttem valaki, hogy van-e mellettem valaki, tehát folyamatosan gondolkodnunk kell azon, amíg át nem futunk a célegyenesen, ugye, hogy mindent jól csináltunk-e, hogy megtettünk-e mindent, tehát rengeteg tehát dolog. Tehát igazán egy borzasztó zakatolás van így a van. Fejben. Legalábbis az enyémben igen. János? Hát szerintem mindenkinek a fejében, aki igazándiból szeretne győzelmet elérni, vagy valami eredményt, annak mindenképpen én úgy gondolom, máskülönben ez nem is működhet, és tényleg így van, hogy az első méterektől szerintem az utolsó centig folyamatosan át kell gondolni, átlátni, még az utolsó méterbe is lehet esetleg valamit máshogy csinálni az adott helyzethez képest. Én így gondolom. Itt másképp kell gondolkodni, mint mondjuk egy lóversenyen, amit mi ismerünk, hogy van egy adott pálya, az inkább hosszabb, meg ovális, ez pedig majdnem, hogy körszinte. Igen, nyilvánvalóan másképp kell, ugyanis ott, ha javítson ki Száraz úr, hogyha véletlen valamit nem jól mondanék, de én úgy tudom, hogy a versenypályán mindenkinek figyelni kell az adott lóra és lovasra olyan szinten, hogy nyilvánvalóan itt is becsületből, de olyan szinten, hogy ott mindenki a saját nyomvonalán kell, hogy haladjon, és nem akadályozva a másikat. Uh-huh. Azért ez egy sokkal speciálisabb verseny, mivel a gyorsabban haladó lovas védheti az adott pozíciót. Tehát itt lehet az, hogy az ember, ha előre megy, akkor lezárja az ívet, a falon marad, az adott jobban jó... Jobban hasonlít mondjuk a Forma 1-re? Igen, hasonlíthatnánk a Forma 1-re, igen. És a lovak egymáshoz viszonyítva, vagy ők se törődnek a mellette futó lóval, vagy esetleg van bennük is esetleg valami győzni akarás? Hát ezt lova válogatja szerintem. Hát az enyém, most, hogy ha személyesen akarnám mondani, igen? A My Boy Mendőrég, és ő kimondottan egy versenyzésre alkalmas ló, ami azt jelenti, hogy minden áron győzni akar. Most idézőjelben minden áron. Tehát ő győzni akar. Tehát benne van ugyanaz, benne, mint az emberben, hogy én akarok. Így, szó szerint, igen. Így van. Én amikor el voltam keseredve, mert most az idén sajnos mind a háromszor elég rosszul rajtoltam, és éreztem a lóba azt, hogy hát nehogy már, tehát hogy menjünk. És fokozatosan jött, mentünk, és egyre jobban lábra kapott. Tehát ő bennem mindenképp nagyon-nagyon megvan ez a győzni akarás. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogyha hozzáfűzhetnék még ennyit, hogy én évről évre mindig olyan lovat kerestem, amiben benne van ez a küzdeni akarás, mert hogyha nem találunk ilyen lovat, akkor sajnos nem nyerhetünk. Tehát hogyha a ló nem akarja ugyanazt, amit a lovasa, akkor sajnos nem tudunk eredményeket elérni ezen a versenyen. Hát de én is adnék egy magyarázatot, igen? Erre, mondjuk hogyne? Egy másik szemszögből. Igen? A János azt mondja, hogy nehezen startolt, hihetetlen jó érzékel a nehéz start után nem akarta azonnal meglökni a lovát, ja, úgy, hogy érálljon. Nagyon jó lemaradt. Ettől függetlenül, most amit mondok, ezt ti lehet, hogy nem is érzékeltétek, mert sajnos nincs rutinjuk ezeknek a lovasoknak, egy évbe egyszer van. Tehát azok a zsokék, akik nap mint nap versenybe próbálgatják magukat, azok már sokkal higgadtabban tudnak dönteni század másodperc alatt olyan dolgokról, amiről ők esetleg csak előre nézve, akár nem is látva, mert homályos a szem. Na mi?
És a Györgyi viszont sikerült azért állnia, sőt már szerintem egy kicsit át is élte a győzelmi mámort, mert már nagyon közel volt a célhoz. Az ő lova elkezdett egy kicsit fáradni. Az nem volt baj, hogy fárad, hanem a fáradás okán eljött a faltól. Ez a ló utat kapott bent az úgymond barrier mellett, és pont meg is verte a célba. Tehát, hogyha ő a startnál gyorsabban megy, ha ő meg tudja fogni a falat végig tartani tudja, biztos, hogy nem tudtad volna megkerülni. Valószínűleg. Igen, nem. Ezek azok a dolgok, igen, tehát amit ezek, mondtam, ezek, hogy annyi úgy dolognak, pillanatnyilag igen. Annyi dolognak kell tökéletesen a helyén lenni ahhoz, hogy az ember győzni tudjon ebbe a döntőbe, mint ahogy nekem is az, hogy én nem úgy érzem, hogy fáradt a lovam, hanem inkább az, hogy ő is úgy érezte már, hogy elől van, tehát inkább igen. Ő volt az, aki úgy érezte, hogy igen. Megnyerte ezt a versenyt, ugye, mert a harmadik helyezettel ő elég nagy csatát vívott majdnem az utolsó méterekig, és akkor ő ott abban az adott pillanatban, amikor mi a falat elhagytuk, ő lábat váltott, és ellentétes lábra nehezebben ment vissza a kanyarba a falra. És ez volt a másik pillanatnyi tökéletes adott hely és idő és pozíció Jánosnak, aki pont így akkor van. Ért oda, pont akkor ismerte fel a helyzetet és tudott az érre. Akár ő sem, sem tudatosan, de ott volt mögötted, megraste a lést és a ló beszaladt vele. De nem, ez tényleg szenes helyzet, nagyon jó. Lendületvesztés nélkül pont akkor értem föl, pont akkor nyílt a fal. És egymással szemben hogy viszonyultok, amikor versenyben? Mi nagyon haragszunk egymásra. Csak arra haragszunk, aki megveri őket. Igen, nem, tehát a verseny az kiélezett helyzet, tehát mindenki győzni szeretne. De azért és... hangsúlyoznám, hogy mi nem ellenségek igen, vagyunk, nem. Hanem ellenfelek. Így van, egy egészséges harc folyik. És azt hiszem, most már kezd egy olyan csapat kialakulni, aki folyamatosan visszatérje a nemzeti vágtán. Én mondjuk most már negyedik alkalommal vettem részt, és azt mondhatnám, hogy fokozatosan, most csak a sokikhoz képest mondom, fokozatosan tanulom a pályát, a lovat. Nekem több, mint, hát most durván egy évbe került, hogy megismerjem, hogy tudjam azt, hogyha ezt csinálom, mit csinál, hogyha én csinálom, ő mit reagál rá. Tehát fokozatosan nekem is tanulnom kellett, illetve azért a hetek, napok folyamán azért mi is azért lovagolgatjuk, és azért mi is azért szokunk dolgokat. Mm-hmm. De nagyon-nagyon sok idő kell ahhoz, hogy tényleg az ember összeérjen. Mivel hogy amatőrök vagyunk, tehát nem tanuljuk ezt a szakmát, nekünk valószínűleg több idő kell. A ló az meg egy érző állat. Tehát vannak, ahogy a Gyöngy is említette, vannak jobb napjai, rosszabb napjai. Az én lovam most, hál' Isten, egy nagyon-nagyon jó napot fogott ki, ami azt jelenti, hogy a száraz úrrat tényleg csak ismételni tudom, nem, tényleg nem kellett meglöknöm a lovat rögtön, illetve indítanom, hogy na most minden áron is ott szét lovagolnom, meg szára segítenem, meg különböző jelzések vannak, hanem fokozatosan jöttem föl, és ezáltal nem rögtön meghalasztottam a lovat magam alatt, hanem lábra kapott, érezte, kicsit átment rajta a feszültség, és utána jött saját magától már. Még egy nagyon fontos különbséget, amiről már beszéltünk, megemlítenék, hogy ez az, ami számunkra nagyon nagy teherrel bír ezen a versenyen, hogy nekünk egy évben csak egy lehetőségünk van. Nincs az, ami a zsokéknál, ugye, aki hétről hétre versenyben lovagol, akár több versenyt is lovagol, hogy mondjuk jó, a következőben jobban lovagolok, ezt kijavítom, ezt a hibát. Nekünk egy éven keresztül kell ezen gondolkodni, és annyira tanulni a hibáinkból, hogy a jövő évben ezt ne kövessük el, mert ugye egy évben egy lehetőség van, és csak egyszer lehet nyerni. Hát, ha hallanak minket, és lesz ebből is ilyen havi vándorverseny, mint hogy a Forma 1 mindig máshol, itt is szerintem nagyon sok város vagy település szívesen fogadná, és akkor lehetne havonta gyakorolni. Igen. Van egy érdekes kérdésem. Parancsolj. Szabályok. Tudnak a lovak is szabálytalankodni, vagy azt mindig csak az ember csinál? Az a helyzet, hogy tudnak szabálytalankodni, de minden esetben a rajta ülő lovason fogjuk el azt a dolgot, ami ott történik. Tehát, de mit tud egy ló csinálni? Hát a ló jobbra-balra tud törni. Azt mondja, hogy ha fájdalmat érdez, például ez a ló a fáradtság okán támaszkodott a jobb lábára, és ezáltal egy kicsit kijebb, és abból lett a rés. Hát itt a lovat nem tudjuk felelősségre vonni ezért a tettért, a felelősségre vonjuk a lovasát, mert hogyha ez úgy ment félre, hogy a mögötte jövőt akadályozta volna, akkor itt lett volna valami baj. De a fiatalok nagyon szerények, mert egy vágtán 72 lovas indul mindegyiken,
és ők ketten mindig a döntőbe vannak. Hát lehet, tehát hogy tévedek, azért akkor hogy mindig, itt de, lehet egy de, pici profizmus de, már az amatőr. Profizmus is van, meg, meg nem úgy van, hogy véletlenszerűen jó lovuk van, vagy lehet, hogy szerencsések, de valamit egy picit jobban tudnak, mint a többiek. A többiek tehetségesek. Így van. Jó lovuk van. Fokozatosan tanuljuk. Hát tudom, hogy még erről tudnánk beszélgetni. Én nagyon-nagyon köszönöm, kedves Száraz úr, kedves Gyöngyi, kedves János. Köszönöm, hogy itt voltak. Örülök, hogy láthattam, megsimogathattam ezeket a díjakat. És kívánom, hogy évről évre egyre jobb legyen. Hát ti már még jobbat nem tudtok teljesíteni, de azt, hogy mindig ott legyetek a cél körül, azt igen. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen, hogy köszönjük szépen. Egészségetek. Egészségetek. Thank you.